Minden rendben, igen, oké, köszönöm szépen. Itt van akkor június 4-e még egyszer. A mai konferenciát is egy olyan rövid 30-40 percre terveztem. Nincs olyan nagyon sok információ, múlt héten több volt, de azért egy 8-10 sort sikerült találnom, úgyhogy elinduljunk, hogy meglátjuk, hogy működik. Oké. Néha elakad, és akkor kell figyelni, hogy minden rendben van. Anatoly Eduardovics Junicki, ugye a cég alapítója, aki a első ember ebben a cégben, és ő a fő konstruktor, inzsinyer, mérnök, aki alapította a Skyway-t, már több mint 40 éve dolgozik ezen a projekten, és 2014 júniusában elkezdték a crowdfunding finanszírozást. Bocsánat, visszajöttem. Elkezdték a finanszírozást, és így kerültünk mi is ebbe a programba. Mit is finanszírozunk? Egy jövőszállítási rendszert, amit én már szoktam mondani, hogy már jelen, azért, mert már működő, és végefele vagyunk a finanszírozással. Ha minden igaz, akkor az idén ezt a projektet, mint kis befektetők, akkor mi be is fejezzük a finanszírozást. Ami érdekes, hogy mindig, mikor 5 perc múlva dél, akkor az emberek nagyon sokan érdeklődnek, hogy hogy lehetne még nagyobb csomagokat venni, másmilyen diszkonttal, ugye ma is beszéltem néhány emberrel, úgyhogy ha minden igaz, lehet, hogy csak egy fél évünk van még, és utána már a finanszírozás is befejeződik. Úgyhogy az, aki Marina Gorkában, Belorussziában volt, az látta, hogyan működnek ezek a járművek, tudtunk utazni is többféleképpen, kipróbáltuk, láttuk, hogy szép, modern, kényelmes, nagyon jó technológia. Miért mondom ezt? Sokan vagytok, meg én is 2016-ban léptem a céghez, és akkor még a legnagyobb dolog volt a katalógus. Volt egy olyan katalógus, ahol vizualizáció volt, nem volt még igazi termék, hanem minden számítógépen meg lett csinálva, akkor készítettek ilyen videókat különböző orosz városok, mint Moszkva, Szevasztopol, nem tudom, többi városokba, hogyan fog ez működni, és azt tudtuk bemutatni. Az volt egy ötlet, egy terv, amit a Junicki mesélt, akkor ugye ezt még mesének is sokan képzelték, de ide értünk, hogy a 2021-es évben már kezdenek építeni, és már elindultak a célprojektek. Valaki mondja, hogy mi van kiépítve. Ha ez a 400 méteres pálya, Sharjahba, ez ki van építve, és ahogy most legújabb információ, ez is el lesz adva, itt is az emberek belépnek a járműbe, kifizetik a jegyet, utaznak 1-2-3 állomást, és természetesen ez a 2,5 kilométer, ami még hozzá adódik, meg később összekötik a Dubáit is, meg a többi városokat, innen kezdődik. Úgyhogy igaz, hogy a 0 kilométer az a Marina Gorkában van, mert ott volt az első 400 méteres pálya, de igazából a Transnet, ez a hálózat, ami össze lesz kötve egyszer, remélem, az egész világ is, bár a kontinensek, ugye, mert mégis Európát, Amerikát nem lehet összekötni. Bár van olyan terv, hogy a Oroszországot Japánnal valamilyen szigeteken keresztül, és befúrnak a tengerbe, hogy ott is összekötik a gyors pályát. Ottan nincs olyan nagyon messze, és lehet, hogy nem olyan mély a tenger,
lehet, hogy azt is ma egyszer meg fogják csinálni. De Atlanti óceán természetesen azt ott még nem lehet. Bár a víz alatti technológia, ami a Junitskinak van, azt egyszer majd meg lehet valósítani. Úgyhogy van arra is lehetőség, de nem ilyen oszlopokon és sineken. Azt akarom mondani, hogy olyan időben vagyunk, hogy most a projekt már megvalósul. Természetesen mindannyiunk nagyon türelmetlenek vagyunk, és mindenki már azt szeretné, hogy a cég kint legyen a tőzsdén, és már el tudjuk adni a részvényünket. Ha hiányzik egy 10 000 dollár, akkor eladunk 10 000 részvényt, és akkor nem kell kölcsönt kérni, bankba menni, és sok vágyok, álmok, célokat megvalósulni. Én azt gondolom, hogy a cég megmutatta, volt első pofon a Litvániába, hogy nem engedték meg, egyszerűen kizavarták őket, később ez bíróságra került, meg is kapta Junitski a pert, és azt hiszem, hogy a litván ország, a Litvánia az Lettország, ki is kellett neki fizetni majdnem 1 000 000 euró kárt, amit okozott a Skyway szerint. Utána a Belorussziába fel kellett volna építeni a gyorspályát, azt a 60 kilométert, azt se kapták meg, az engedélyt. Itt is csúszás volt. Akkor nagyon sokáig tervezték, még elindulnak Sárgyába. Utána kijött a pandémia, egy év, tavaly év, le kellett csökkenteni 1000 személyzetről körülbelül 650-re, de azt is kell tudni, hogy Dubajba körülbelül 60% építész cégek csődbe mentek, vagy leálltak teljesen, és a Skyway megmaradt. Ahogy mondja Junitski, hogy építkeztek, nem éjjel-nappal, de minden nap, minden munkanap, csak mikor munkaszüneti nap volt, akkor nem dolgoztak. Úgyhogy 2-3 év, ami csúszott, a harmadik, ami az mi vagyunk, ugye, nem mondom, hogy az okák, de minél többen aktívabb lennének a befektetők, és keresnének másik befektetőket, természetesen ez nem kötelező, ez mindenki saját maga dönti el, hogy szól a szomszédnak, barátnak, testvérnek, de ha aktívabbak lettünk volna, akkor természetesen ez gyorsabban kész lett volna. Úgyhogy vannak tervek, vannak célok, de a megvalósítás, én gondolom, hogy senkinek nem, hát 99% nem úgy működik, ahogy tervezte, és mindig vannak csúszások, problémák, de azért vagyunk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Ha most ez a 400 000 befektető, mindenki csak egy befektetőt behozna, beregisztrálna, az 800 000 lenne, és egy 500 dolláros csomag, és nem volna elég részvény csomag, úgyhogy holnap befejeznénk a 15. fázist, a finanszírozást, de nem is volna elég mindenkinek. Ugye ennyire egyszerű az egész, mert azt tudjuk, hogy a crowdfunding investíció, ez 25 dollárral már elindult, és mint a kis hangyák, sok kis hangya összejön, összeszedik az ételt, és van nekik egész télen mit enni. Így mi is elindultunk, 25 dollár havi részletre, 10 részlet, az 250 dollár, úgyhogy a idősebbek, akik a piacon árulnak, oroszok, orosz falukba, kisvárosokba, azok a úgynevezett babuskák, ugye, öreg nénik, nekik is a Junitski megadta a lehetőséget, hogy egy ilyen projekt részé váljanak. Mi is szkeptikusak voltunk, mikor nekem a Magdi szólt, akkor van egy szuper projekt, én nekem két dolog tetszett az egészben.
az, hogy egy környezetbaráti technológia, mert én mindig, még MVS-tem 93 óta, mindig szerettem a környezetbarát, még egy papír zsebkendőt se azóta nem dobtam ki az autóból, és erre mindig vigyáztam. A második, ami nekem tetszett, hogy ez egy forgalom, nekem, én ilyen iskolába mentem, ugye, hogy közlekedési forgalom, ezt tanultam, és ez a kettő valahogy nekem összejött, de anyagilag olyan helyzetben voltam, hogy épp egy nagy üzletem nagyon lecsökkent, és kerestem egy valami másik lehetőségeket, nem nagyon sikeresek voltak ilyen termékes munkák, és akkor jött a Skyway. Nem is gondoltam komolyan, $300 csomagot vettem, és egy 2-3 hónapig két barátnak szóltam, ez áprilisban volt, 2016, de akkor augusztus-szeptemberben valahogy úgy gondoltam, hogy ez mégis valami komolyabb, elmentünk ugye Berlinbe, megláttuk a kiállítást, és ott volt a Unibike, meg a Unibus, 14 személyes, megismertem Rod Hookot, ugye az ausztrál közlekedési minisztéri volt, akkor ott volt Alexej Szukhodejev, meg ezek a Skyway Capital dolgozói, és láttam, hogy ez egy komoly csapat, és akkor elindultunk, ugye úgy, hogy most van néhány top expertünk is, nem is tudom mennyi, 5 top expert a csoportban, 14 ezer tag a két top expertes csoportunkban, ugye, mert a feleségem is, meg én is, én két vonalat indítottam, és jól működik, nem tudom, több mint 100 országban vannak üzlettársaink, és látom, hogy ez a crowd investing is, meg ez a rendszer, a kifizetési rendszer is, hogy egyszerűen nagyon jó meg van alapozva. Nem tökéletes, ugye, nincs olyan rendszer, ami 100% tökéletes, de aki aktívan dolgozik, az tud pénzt is keresni. Mi mindig úgy voltunk, hogy legalább 50%-ot visszaforgattuk, és megvettük a részvényünket, úgyhogy abból a $300-ból utána jó, vettünk egy nagy csomagot is, de utána már a bónuszból ugye több millió részvényünk is lett, mert mindig fizettünk. Most is fizetek néhány $100 csomagokat, úgyhogy kisegítsük a céget legalább $300-500 havonta, de volt olyan, amikor több ezer dollárt is fizettünk. A Skyway Community, Sky World Community, ez a volt Skyway Capital, ez most ugyanaz a cég, csak megcserélte a nevét. Úgy működik, hogy megszervezi a befektetőket, akik kölcsön adnak egy konvertálható kölcsönszerződésen keresztül, és kapunk egy webirodát, ahol meg tudjuk látni, meg befizetni, utalni, beutalni, kiutalni a pénzt, és az anyacégtől, a GTI-től a Skyworld Community megvásárolja ezeket a részvénycsomagokat, és a ERSSH Holding, 1-2-es, 3-as, 1-es, 2-es az már el van adva, az már el van helyezve, még a harmadik holdingban van valamennyi részvénycsomag, amit majd eladnak kis befektetőknek. Ez érdekes, most közeledünk a 15. fázishoznál, és nem tudjuk, hogy mikor fejezik be. Akár van még olyan opció, hogy már az idén is befejezik, mind a 15. fázis finanszírozást, fázis az nem, az marad körülbelül 2 évig, mert a 15. fázisba ki kell építeni a gyors pályát, ami $200 millió, az természetesen nem mink fogjuk megszerezni, hanem keresnek nagy befektetőt, aki ezt kifinanszírozza, és ott a Abu Dhabiba kiépítik.
ezt a 60 kilométerest, később még 60, mert olyan 125 kilométer Dubai Abu Dhabi, és ez olyan 20 perc lesz a utazás, ami most taxival másfél óra, legalább amikor Dubajba voltunk, beszéltünk egy taxizóval, aki el akart vinni bennünket Abu Dhabiba, és azt mondta, hogy másfél órát minimum kell, mert annyi a forgalom, és egy 20 perccel lecsökken, és sokkal olcsóbb, ugye, mint a taxi, mert azt hiszem, hogy ő oda-vissza, meg ottan vitt volna bennünket pár óra hosszát, olyan 500 valamennyi dollárért akart elvinni. Ezt egy Skyway gyorsvonattal öten voltunk, igen, nem négyen voltunk, bocsánat, egy házaspár, meg az én szoba címerem, négyen voltunk, és ez lehet, hogy fejenként 10 dollár lenne ez az utazás. Úgyhogy ennyivel olcsóbb. Ha erre a projektre találnak finanszírozót, akkor megy normálisan, de ha nem találnak, a Skyway-nek nincs más kiút, ki kell menni a tőzsdére, akár az idén, vagy jövő év korán, mindjárt év elején, és azt tudjuk, hogy fél évig csak a Skyway tudja értékesíteni a részvényeket, és 200 millió dollárért ottan eladják a részvényt, és ebből kifinanszírozzák a Abu Dhabi projektet. Az azt jelenti, hogy fél év után már mi is tudjuk akkor a részvényeinket árusítani. Meglátjuk, mi lesz ez az opció. Most úgy vagyunk, hogy júniusban 21-én átlépünk a 14,2 fázisra, utána 14,3. Ez azt mondta a Solar František a Top Expert meetingen, hogy very shortly, nagyon gyors lesz, rövid, hogy most egy-két, vagy három hónap, ezt nem tudom, és a 15. fázist ő szerinte a finanszírozást befejezzük az idén. Úgyhogy ez jó hír is, meg rossz is azoknak, akik még szeretnének vásárolni részvénycsomagokat, mert jó, fél évig még mindenkinek szólhatunk, addig biztosan lesz, de jövőre már nagy kérdés, hogy... Mert ha kimegy a tőzsdére, már mielőtt kimegy a tőzsdére, akkor ezt természetesen leállítsak, mert nem érdemes eladni nekünk most, mit tudom én, 2-3 centért, és akkor utána a tőzsdé meg 1 dollárért, ugye? Úgyhogy ez logikus. Igen, akkor június 21-én 11 óra magyar budapesti óra szerint 14,2 fejlődési fázisba lépünk, alfázisba. Itten, ami van nekem itt papíron, ami fontos még a Skyworld Community-re, hogy egy broker cég lesz, és már nagyon elindultak a készítések, nagyon jól halad, a marketing eszközöket készítenek, és keresnek egy igazgató, egy fejlődési igazgatót, aki ezt fogja vezetni. Úgyhogy jövőre már lehet számítani, hogy a Skyworld Community egy broker cég lesz. Azt tudjuk, hogy akarnak lenni legnagyobb broker cég, ami azt illeti, hogy zöld energiai finanszírozásokat, már keresnek új projekteket, mert itt a Skyway ez az alap az anyacégre, az befejezik, de célprojektek maradnak a Skyway-ba. Például lesz olyan projekt, hogy nem tudom, most fejből mondom, Budapest-Madrid egy gyors pálya, és akkor itt beszállnak befektetők, nem tudom, lehet, hogy országok, lehet, hogy pályázat, de lesz még kis befektetőknek is egy rész, mondjuk rá 30 millió dollár, és akkor oda be lehet fektetni. Ahogy az a projekt kiépül, elindul, ez lehet, hogy egy 3-5 év, lehet, hogy gyorsabb is, akkor a projekt hoz hozamot, és ezt akkor
azok, akik ebbe a projektre befektetnek, ebből a projektből kapnak osztalékot. Itt biztos, hogy millió ember fog naponta utazni, ilyen 2-3, legkésőbb 4 év alatt visszatér, és utána 20-30% nettó jövedelem megy a befektetőknek is. Természetesen a nagyoknak is, meg a kis befektetőknek. Ha minden igaz, ez token befektetés lesz, mert az a legegyszerűbb, leggyorsabb, legbiztosabb, úgyhogy megvesszük azt a bizonyos token mennyiséget, és tokenba is kapjuk majd az osztalékot. A tokent mindig be lehet egy pénzváltónál váltani, dollárba, euróba. Vannak most olyan kártyák is, 50-100 dollárért megveszük a kártyát, applikációt leszedjük az internetről, és a tokent beváltsuk euróba, vagy bitcoinba, vagy Ethereumba, és utána euróba, rátesszük a kártyára, és már tudjuk használni. Úgyhogy ez nem lesz se komplikált, mindenki egy okos telefonon ezt meg tudja csinálni pár perc alatt, és így fog majd működni. Ami még fontos, hogy a teherszállítás, ez a súlyos teherszállítás, amit most építenek Sharjahba, itten 200 méter lesz a oszlopok között, és ezt be kell nekik bizonyítani, hogy működik. De azt tudjuk, hogy az a 130 kilométeres is ilyen teherszállításra fog épülni, hogy ki tudja bírni a 35 tonnát, mert senki nem akar rendelni. Bár van, ma olvastam, hogy egy új repülő cég ilyen 1,7 Mach, hogy mondják, dupla gyorsabban megy, mint ezek a repülők, amik most mennek ilyen 800-900 km sebességgel, és már 2025-ben elkezdik gyártani, és már van egy cég, repülő cég, aki megrendelte, és csak 2028-ba, 29-be kezdik majd a utas szállítást. Úgyhogy vannak ilyen, akik befektetnek milliárdokat, hogy majd 8-9 év múlva kapják meg ezt a repülőket, és egy ilyen London-New York-i utazás 5000 dollárba kerül, de nem lesz 6,5 óra, hanem 3 óra. Úgyhogy nem a Concord, hanem ez egy teljesen egy másik cég, ma olvastam a hírekben. Úgyhogy vannak nagy befektetők, akik messzire gondolnak, és 5-10 évre. Úgyhogy a mi projektünk is körülbelül így van, és én örülök mindig mondom, hogy a Skyway azért a legelső és legjobb befektetés én számomra, meg az én családomra, és látjátok, hogy milyen gyorsan elmúlt ez a 4-5-6 év, úgyhogy még egy év vagy kettő, hogy jó árba el tudjuk adni a részvényeinket, hogy legyen egy kis visszatérítés, ezt tudom, hogy mindannyian nagyon várjuk. Kicsit megpihenjünk az egésztől, elmenjünk egy hónapi utazásra valahova, hajóutazás például, én azt nagyon szeretem, voltam néhányszor, és ez meg kell tenni mindenkinek, aki tudja, mert ez egy pszichológia, hogy elértük a sikert, és hogy elmenjünk egy jobb pihenésre, hogy jó érezzük magunkat. Nem érdemes mindig csak dolgozni. Van, mikor én is 13-14 órát telefonálok, internetezek, zoomozok, beszélgetek az emberekkel, de meg kell pihenni is néha. Tegnap nálunk ünnep volt, és olyan jó elmentünk egy tóra grillezni, főztünk, nagyon jó pihenés volt, és akkor az ember másnap mindjárt kipihenve jó érzi magát, és könnyebben is megy a munka, meg minden. A másik, ami még nagyon fontos, ugye bejött tavaly ez a koronavírus, körülbelül márciusban nálunk, januárban már Kínába kezdődött,
És nagyon sok dolgot a szokás szerint meg kellett változtatni. Leállt az utazás, főleg külföldre. Volt olyan, mint nem szabadott este menni valahova. Nekünk, én Eszéktől 7 kilométerre vagyok a központig, és kellett elmenni a járásba, kérni engedélyt egy nappal, két nappal előbb, hogy elmehessek Eszékre. Ilyen is volt egy pár hétig. Nagyon sok változások voltak. Na, mit akarok mondani? Az emberek nagyon megszokták most ezt, hogy maszkot viszünk mindenhova, akárhol menjünk bankba, boltba, orvoshó, fodrászhó, mindenhova, szeretik a biztonságot az emberek. Én tudom, hogy 99% ember nem azért teszi fel a maszkot, hogy ne ragályoztassa, hogy mondják ezt, valaki mást, hanem mindenki azért teszi a maszkot, hogy nehogy elkapjuk ezt a betegséget. Na most az utazás, azt tudjuk, hogy mennyire lecsökkent, ugye, rengeteg utazási iroda tönkrement, akkor repülőcégek, és mennyire a Skyway utazás biztonságos lesz. Mikor egy 6 személyes, nem bent zsúfolva 200-an egy vonatba, beülünk, és Budapestről elmenjünk Bécsbe, ott vagyunk egy jó fél óra múlva, vagy Párizsba, lehet, hogy egy vagy másfél óra múlva Moszkvába, mennyire biztonságosabb lesz. És szerintem biztos, hogy ez nem múlik el olyan gyorsan, hogy most beoltsák a népséget, és kész, többet nem kell maszkot vinni. Ez következő években, én szerintem ez marad, ez a maszk, és sokkal jobban akarnak az emberek utazni biztonságosan. Mérgesek vagyunk, hogy a repülőbe ilyen teszt kell, meg olyan, de ha megnézzük, akkor örülünk, hogy minden nagyon tiszta, fertőtlenítve van, nem piszkos, nagyon vigyáznak, mindenki maszkban van, hogy ne kapjuk meg, úgyhogy meglátjátok, hogy ez is egy plusz. Minden rosszból ki kell hozni valami jót, és a Skyway projektek, és ezzel majd nyerni fognak. A adózás, azt ugye nekünk soha nem szabad mondani, mert ezt meg is kellene mondani minden konferencián, hogy nem vagyunk tanácsadók, mind. De én tudom, hogy működik nálunk. Nálunk például Szlovéniában például, ottan a törvény olyan, hogy ez úgy váltsa, mint a pénzt. Ha elmegyünk a pénzváltóba, eurót beváltunk, megkapjuk a forintot, és erre nem fizetünk adót. Ugyanígy van, a Bitcoin, Ethereumot beváltsák euróba, a szlovénok nem fizetnek adót. Nálunk Horvátországban, mikor beváltom a Bitcoint, akkor azt, ha bebizonyítom, hogy 2 évvel ezelőtt vettem a Bitcoint, vagy részvényt, ez egy kategória, akkor nem kell fizetni adót rá. Ha 2 éven belül megveszem és eladom, és nyereség lesz, akkor fizetek 10% adót, meg arra fizetek még 0,5% arra 10%-ra. Úgyhogy nem egész 10,5% adó. És ez csak akkor, hogyha beváltom és bemutatom, ugye? Ez így működik. De azt majd természetesen mindenki, ha nagy mennyiségű részvényt akar eladni, ugye én mindig azt mondom, hogy adót azt ki kell fizetni, és akkor nyugodtak vagyunk, nem lesz gond az állammal se. Veszünk egy házat, vagy egy új autót, mit tudom én, 50 000 euróért, és nem tudjuk bebizonyítani, hogy honnan van a pénz, ugye? De ha kiutaltuk, eladtuk a részvényt, vagy a tokent, és kiutaltuk a bankszámlára, azt bevalljuk, kifizessük azt az adót, és mindegy, hogy hol adózunk, ha valakinek jobban megfelel másik országba, törvény szerint én nyithatok Boszniába is, ott is 10%, vagy Szerbiába, ott azt hiszem, hogy 20 vagy valamennyi ez az adó, ez minden országban úgy működik. Itt van ez a projekt, a Abu Dhabi
Dubai, ez ugye itt mutassa pontosan 139 kilométer, és olyan másfél óra autózás. Na, ezt a Skyway-le akarja csökkenteni 20 percre. Ha minden igaz, akkor jövőre már ezt tudják kezdik építeni, és abban 60 kilométerre Abu Dhabitól már le tudják tesztelni, bebizonyítani, ez mindjárt reális projekt lesz, és ez lesz az első gyors pálya. Igaz, hogy Marina Gorkába is építenek, mert most megkaptak egy engedélyt, most várják a másikat, és ott is lesz, de ottan egyelőre teszt pálya lesz, ez meg mindjárt teszt is, meg igazi pálya, ahol közlekednek az utasok. A Vietnámból épp 28-án múlt pénteken a Szolnár František és Vladimir Maszlo megjöttek. Beszéltek egy Thing Phat, meg kell ezt mondani is, projektről, ez egy céggel beszéltek, és kötöttek egy szerződést, 3,3 kilométer pályát fognak majd építeni. A másik, amiről még beszéltek, a projekt a lineáris városra, azt tudjuk, hogy van egy projekt, ami 100 millió dollárba kerül, és eztet még a Szolnár František szerint még 50 millió dollárra szükség van, hogy találjanak befektetőket, és úgyhogy Viet Transnet Ltd.-vel kötöttek egy szerződést, egy közös befektetés, és itten majd fejlesztik a jövő projekteket Vietnámba, ők szerezik meg az engedélyeket, meg mindent, ami kell a projektre. Úgyhogy később ezt a Unitsky String technológiával együtt csinálják. Ez a 3,3 kilométer. Ez már bent van a webirodában, nem is néztem, hogy mege van magyarul, de angol meg horvátul ezt el tudjátok olvasni ezeket a híreket. Ami még a Skyway tervezi, ugye ez a MENA régió, ez az észak-afrikai országok, Szaúd-Arábia, Irák, Irán, Emirátus, Oman, ezek a gazdag országokba, ahol már készítik ezeket a projekteket. Amit a Unitsky mond, hogy ebbe az évben még 3-4 projektet, egy projekt vagy kettő, hát egy Vietnámba, meg egy 3 itten Emirátusba, nem tudom még hol a következő, még nem kaptam semmilyen hírt, beszélnek Szaúd-Arábiáról is, meg Egyiptomból is, van nagyon nagy érdeklődés, ugye, ahogy beszéltem a John Popeval, aki a második, első ember a Nadezhda Kosareva, Unitsky felesége alatt van, ő azt mondja, hogy ilyen körülbelül 800 projekt van, és 10%, nem egész 10, hanem 9% projektre van finanszírozó, és ami azt jelenti, hogy legalább egy 70 projekt reálisan elindulhat a következő 1-2-3 évben. Úgyhogy nagyon nagy potenciál van, és nagy igény az egész városba. Az egész világon városba. Olvastam itt most valamit. Ezért a Unitsky már tervezi, hogy a következő 10 év, és az az érdekes, hogy a Unitsky nem olyan, mint az Elon Musk, ma egyet mond, akkor 2 hét múlva mást mond, és egyszerűen nem mondom azt, hogy becsapja az embereket, de az emberek meghallgassák, befektetnek például Bitcoinba, utána meg elveszítenek egy csomó pénzt. A Unitsky mindig egyet mond, amit 10 évvel ezelőtt mondott, meg lehet hallgatni, ugyanazt mondja most is, és marad a szavánál. Ez nagyon jó, nagyon fontos. Én nem örülnék, hogy Elon Musk volna a Unitsky helyen.
nincs semmi kifogásom, semmi rossz a Elon Muskról, de Juniskinak jobban hiszek. És 10 év múlva, már 5 év múlva 500 milliárd dollár lesz a érték, és 10 év múlva már 1 billiárd dollár lehet a Skyway projektbe. És itten már lehet, hogy több száz projekt lesz. Remélem, hogy a befektetők, aki a tőzsdén veszik meg a részvényeket, ottan már lássák, hogy a teher, a ilyen gyors pálya, sűrű város, városi közlekedés, lassan-lassan minden már rendeződik és épül. És nekünk milyen nagy előnyünk van, és remélem ezt mindenki érti, hogy milyen értékünk van ezekben a részvényekben. Mert azt tudjuk, hogy nem áll meg a 1 dolláron, hanem 5-10 év múlva, ha ilyen értéke lesz a cégnek, akkor 5-10 vagy még 20 dollár is lehet az értéke. És ha valakinek most 100 ezer részvénye van, vagy 1 millió, akkor kiszámíthassa, hogy mi lesz egy 5-6 év múlva, milyen érték. Azért nem kell elsietni, el kell adni valamennyit, 1 dollárért is, de nem kell elsietni, mindet eladni és elfelejteni a Skyway-t, mert hányszor jártunk már így. Akkor 1000 dollár volt a bitcoin, akkor mindenki eladta. Mikor 20 ezer volt, akkor mindenki megvette. Akkor leesett 6-8 ezer dollárra, akkor eladták. És most, mikor 60 ezer volt, akkor megint megvették az emberek. Most, mikor 38-ra leesett, akkor megint eladták. Mindig fordítva csinálják. És akkor a nagy befektetők meg ilyenkor vásárolják meg. Úgyhogy türelmesnek kell lenni, vigyázni a részvényeinkre. Ha van 100 ezer, akkor 10 vagy 20 ezeret adjunk el, de többit hagyjuk meg, mert ki tudja, milyen érték lesz még. Ha valakinek még van ilyen kuponja, nekem még van, most nem néztem ma, hány nap van az egyik kuponom, lehet csak egy nap, a másik meg ilyen 8-10, aki első vonalba direktek vásároltak, még voltak a kuponok, akkor kaptunk még egy ilyen plusz 50%-ot a minden részvényeinkre. A következő, amit minden nap kérdeznek, tegnap is, meg ma is, a hologramos. Itten mondtam múltkor, hogy kérvényt nyomjátok meg, mert igazából nagyon-nagyon sokan. Ma egy zágrábi, meg egy magyarországi is hívott, meg tegnap is egy Magyarországról, hogy mikor lesznek ezek a Face of the Future csomagok. Ez 5000 dolláros csomag, és 500 000 részvény. Egy a 100-al diszkont. Ezt 2017-ben vásároltunk, 1000 dolláros csomagokat, akkor volt ez a diszkont. Most képzeljétek el, 4 év után, mintha 2017-ben vesszük meg, azért nagyon-nagyon sokan akarják. Meglátják, még a Skyworld Community elküldte a anyacéghez, és vizsgálják, hogy hány érdeklődő van. Ha lesz elég érdeklődés, akkor lehet, hogy megadják ezt a csomagot. Most kedden vagy szerdán lesz megint egy Top Expert Meeting, akkor majd megkérdezem újból, hogy kérdezik meg az anyacégtől, hogy mikor indul, mert szerintem első hónapban én legalább tudok egy ilyen 30-40 embert, aki ezt be akarja venni. Lehet majd 10 hónapra is, 500 dolláronként, de van sok olyan, aki egyszerűen megveszi 5000 dollárost, és 500 000 része. Úgyhogy ez egy nagyon szuper csomag. A Visa és a Mastercard befizetés most tökéletesen működik, van két processzor is. Amit felemelték, kérdeztem, hogy miért emelték fel a kriptovaluta befizetés 500 dollárra. Kaptam egy hivatalos választ azért, mert nagyon nagy oszcillációk vannak, nagyon felmegy, nagyon lemegy, és ez véget. Én gondolom, hogy nem pontos 100% igazi válasz ez. Azt gondolom, hogy kevesebb dolgozó van a supportban, és rengetegen fizettek nekem be Macedóniából kriptovalutával,
és naponta 2-3 probléma volt. Nem érkezett be, ezek nem dolgozták fel, és 2-3-5 napig is vártuk, hogy beérkezzen. Szerintem kevés ember van supportba, ez az őszinte válasz, és nem akarnak foglalkozni ilyen 50-100 dollárosokkal. Jó, igaz, ha bitcoint, ethereumot utalunk, volt mikor 20-30 dollár is, és nem is érdemes, akkor inkább USDT, Tether, vagy melyik is volt még, jó, a Dogecoin is. Voltak ilyen kriptovaluták, amit olcsóbb elutalni. De működik a kártya, akkor az nem gond, ilyen 50-100 dollárra, akkor avval nem kell bajlódni. Banki utalása az tökéletesen működik, igaz nem 2 nap, 3-4 nap kell, de ha utalunk 1000-2000-5000 dollárt, akkor inkább banki utalást javaslom. Mennyiért is utaltam el? 5 dollárért, 5 euróért, és megérkezett 3-4 nap alatt. Ezek a csomagok még érvényesek kb. 2 hétig. Június 24-én lesz diszkontcsere. Itt egy 10%-kal csökken a részvény darabja, ugyanannyi pénzért. Ezt ma nem mondom, már elmúlt a 40 perc is. A technológiáról se nem akarok ma annyit beszélni. Mi van még itt felírva? Jó, azt látjuk, hogy fejlődik a technológia, működik, nekem mindig kapok üzeneteket, hogy megy a projekt, hogy működik, mindezeket az előnyeket, ezt már sokszor mondtam, ne legyek már unalmas magamnak is, meg nektek, megnézzük ezeket a certifikátok, ezek is megvannak. Na ez a UniFlash, ugye, 6 személyes, ebbe ültünk Berlinbe, meg Marina Gorkába is. Sajnos akkor még nem volt meg az engedély, most se nincs szerintem erre. Lehet, hogy ilyen 20 km sebességgel lehet vele utazni, de még erre kell képíteni a pályát, és akkor tesztelik. 150, 250, 350, és akkor 450 km sebességre akarják az első engedélyeket megkapni. A gyárok már, meg az irodák is fel vannak építve. 36 épületünk van saját tulajdonunkban. Mondhassátok ti is úgy, mert mi vagyunk a résztulajdonok. Ebbe Dubajba voltunk, megnéztük, hogy hogyan indul. Itt látszik a Facebook csoportokba, hogyan működik, hogyan épülnek. Most ezt a teherpályát várjuk, hogy kapjuk az új képeket, hogy kész legyen ez a 2,5 kilométer. Ez is célprojekt lesz, mert összeköti a főiskolákat, utána meghosszabbítsák a sárgyai kikötőre is. Ez is volt a terv, hogy ez a sárgyai terület össze legyen kötve a kikötővel. Gyönyörű ez a jármű, ez a VIP. És itt az épület, ez ami nekem nagyon tetszik, hogy van a Skyway-nak egy ilyen technológiája, hogy belülről teljesen automatizálva csak figyelik, és 30-40 kamera minden szenzorokkal meg lehet látni, hogy van-e valami gond, valamilyen, és akkor ezt most már folyamatosan tesztelik ezeket a járműveket. Gyönyörű képek, úgyhogy ha megyünk majd az idén, vagy nem tudom, jövőre, ugye októbertől egész márciusig tart az Expo 2020-as, nem 21-es, megmaradt a név, úgy, mint a európai futballbajnokság, az is a FIFA 2020-as, nem 21-es, a Unicode tesztelés 1 tonna, 100 tonna 1 dollárért.
per kilométer. És mit akartunk itt még látni? Sokan meglátogassák a Sárgyát. Az, hogy minden ilyen bemutatóra, a YouTube-ra, épp a LinkedIn-en most összekötöttem, kapcsolatban vagyok ezekkel az előadókkal, akik tartsák a, itten látszik ez a sárgyai igazgató, és mindig megemlítik, hogy a Skyway a fő közlekedési partner. Na itt van ez a 130 kilométeres pálya, itt azt mondták, hogy 200 méterre lesznek ezek az oszlopok, és össze lesz kötve a kikötőkkel is, úgyhogy a hajón kirakják a konténert, ráteszik erre a Unicontra, és már viszi a 130 kilométer. Hát az körülbelül egy jó óra hossza, lehet 5-10 perccel több, mint egy óra utazás, és már mehet az ország másik végére. Újdonság nincs erről a projektről, a 15 kilométerre a dubai központba, és azt tudjuk, hogy a világkiállítás. Na, ezt akartam mondani, hogy ez a sárgyai igazgató, nem tudom fejből a nevét, mindig megemlítik, és most összekötöttem a LinkedIn-en velük. Október 1-től március 31-ig ott lesznek ezek a bemutatók, amit mindenkit szeretettel meghívnak Sárgyába is, aki a Expon lesz, hogy nézzék meg, utazzanak igazi járművekkel. És ami ezek a képek iránt, ami most ilyen képeken van, már az idén jövőre igazi, reális pályák lesznek Dubaiba, Sárgyába, és én szerintem mindenkinek, ha nem az idén, jövőre el kell menni, és megnézni ezt, utazni a Skyway-al, ez egy igazán egy jó élmény lesz, egy igazi, igazi célprojekte. Van a Dani még kérdez, azzal az összeggel el kell számolni az adóhivatalos felé, hogy miből vettem a részvényeket. Hát erről még nem hallottam, hogy kell. Az a fontos, hogy mennyi volt befizetve, és mennyit adtunk el. Mert bitcoinnal is, ha most 10 évvel ezelőtt vettünk, mit tudom én, 1-2 dollárért bitcoint, de megvan az a számla, vagy utalás, akkor eladom a bitcoint, akkor nekem arra nem kell fizetni adót, mert több mint 2 év elmúlott. Én azt hiszem Magyarországon is valahogy így van a törvény, úgyhogy ha meg kell kérdezni majd valamilyen könyv előtt, én ezt annyira nem is hirdetem, mert változnak a törvények, és aznap, vagy mikor ki szeretünk venni majd bizonyos összeget, akkor kell megnézni, mi akkor a törvény, és akkor tudunk lépni, hogy hogyan járjunk jobban. Ugye ezt mindenki vagy saját maga eldönti.